kanyarulatba képzelik el ezt a 200 apartman házat, ami hát, ahogy mondtuk itt egyelőre a tóparton olyan 25-30 épület van, tehát ahhoz képest ez a 200 épület pluszban, ez nagyon sok, el lehet képzelni, hogy mekkora autóforgalmat fog ez itt generálni. Bezárjuk azon az oldalon is. Borostyántónál vagyunk, Zalalövő mellett. Ez egy kicsi tó, körülbelül 3 km körbe, tehát egy 3-4 óra alatt körbe lehet sétálni. Ezt az állítólagos 200 darab apartmanházat, ezt itt erre a partszakaszra gondolta a beruházó valahova felépíteni. Ugye itt egy turisztikai Airbnb lesz üzemeltetve. Gyakorlatilag a házon belül szauna, a teraszon jacuzzi, amerikai konyhás, nappali, minibár, egy grill terasz. Még nem is lesz még meg a szálloda, de mindenki eléri a szállodai szintű szolgáltatásokat. Tehát a reggeli, ebéd, vacsora, jön a masszőr, jön a jóga oktató, stb. A hír felröppenése és gyors terjedése után az Zalalövő önkormányzat közzétett egy közleményt. Azt állították, hogy egy darab mintaépülethez adtak hozzájárulást mindössze, és azt is közölték, hogy ezeknek az épületeknek az elhelyezése üdülőterületen lenne, tehát erdőterületet nem érintene, és ezért nincs szükség lakossági véleményezésre. De hát azért itt látjuk, hogy valószínűleg hiába nem erdőterület, azért jó néhány fát ki kell vágni, vagy ki kellett vágni. Közérdekű adatkéréssel fordultunk az Zalalövői önkormányzathoz, és abból derült ki, hogy 2023. novemberében adott az Zalalövői önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy ezen az önkormányzati telken, ami régebben egy táborhely volt, ifjúsági tábor, egy beruházó felhúzzon egy mintaépületet. És ez a beruházó az Zalalövő Városfejlesztő és Beruházó Kft. Ez a mintaépület láthatólag nagyjából már fel is épült. Megnéztem az építésügyi rendszerben, és nem találtam igazából nyomát annak, hogy ezt az épületet, vagy az építését bejelentették volna a hatóságnak. Az Zalalövői polgármester Gyarmati Antal azt mondta, hogy szerintem még korai egyébként erről az egész témáról írni és videót készíteni, mert még semmilyen megállapodást nem kötött az önkormányzat. Azonban a kivitelezést végző Költözma Kft. Január végén azt posztolta, hogy ők már aláírták a szerződést a Borostyántónál 200 darab apartmanház építésére. 14 ezer négyzetméter beépíthető, az azt jelenti, ebből jön kell 200 darab, de mindegyik a környezetbe bele fog illeni, mivel egy erdős részen vagyunk, és itt lesz elosztva a Borostyántó partján ez a 200 darab apartmanház. Pontos darab számot azt nem tudunk, mert gyakorlatilag jelen pillanatban még nem vagyunk abban a fázisban, hogy sem az építészek, sem az ügymenet nem tartott, hogy tudjunk pontos darab számot mondani. Mit lehet tudni erről a Zalalövő Városfejlesztő és Beruházó Kft.-ről? A cég nyilvántartás szerint ez egy néhány hónapja, 2023. júliusában létrehozott cég, ügyvezetője Praznovszky András. Praznovszky ezen kívül még körülbelül 10 cégben érintett, vagy volt érintett az elmúlt években. Ebből a 10-ből 6-ot kényszertörléssel szüntettek meg. Több esetben tartozása volt az adóhatóság, illetve mások felé is, illetve 2015-ben Praznovszky Andrást a bíróság eltiltotta attól, hogy gazdasági társaságban vezető tisztségviselő vagy pedig tag legyen. Ő tehát az ügyvezetője a Kft.-nek, a tulajdonosa pedig egy másik cég, aminek a neve Pannon Holding Zrt.,
Ennek a tulajdonosa pedig Prasznovszky Kerti Andrea, aki pedig 2018-ban lett a bíróság által 5 évre eltiltva, szintén ugyanúgy attól, hogy gazdasági társaság vezetője vagy tagja legyen. Tehát a cég háttere nem teljesen tűnik bizalomgerjesztőnek. Ez a kemping jelenleg egy osztrák tulajdonos tulajdonában áll. Miért beszélünk egyáltalán erről a területről? Ez egy jó kérdés, mert ön hozta föl, és mi pedig a területnek a pozíciója, mert hogy ez van ugye úgy a parton, hogy hasznosítható, és nem ez egy privát terület. De akkor hogy akarnak oda házat építeni? Zajlanak ugye az egyeztetések, elvben ugye mi már kétszer meg is állapodtunk erről a területről, most még különböző hangulatváltások és jogi egyeztetések vannak folyamatban. Mi feltesszük a kérdéseidet, te pedig támogasd az átlátszót adód 1%-ával.